Amíg nem állok oda az új európai Volkswagen modell mellé, addig megtévesztően nagynak tűnhet, pedig ez bizony a kisméretű kompakt SUV autók palettáját erősíti. A Polo és a T-Cross közé pozícionált kisautó Európában a Taigo nevet kapta, viszont ugyanez a modell Dél-Amerikában Nius néven került bemutatásra. Sziasztok, én Tér Sebestyén vagyok, és ha érdekel titeket ez az izgalmas új modell, akkor tartsatok velem! A Volkswagen Taigo már szerepelt a csatornán, egy rövid bemutató erejéig, amit ide kattintva meg tudsz tekinteni, viszont most az Óbudai Autójavító Kft. Lehetőséget adott az autó részletes bemutatására, így nézzük meg, milyen részletekkel bír kívül-belül. Az autóhoz kérhető az iQLite LED Matrix, ami alatt található a kötvényszóró, aminek a kerete és az alsó hűtőrács lakkozott fekete. A fölötte látható maszk fényezetlen műanyag betét, ahol összeköti a két lámpát a ledes nappali menetfény. Amíg a T-Crossnak egy sokkal hagyományosabb SUV formája van, addig a Taigónak egy sokkal izgalmasabb, kúpésabb vonalvezetése. A Polónál magasabb, a T-Crossnál alacsonyabb, viszont a T-Crossnál 32 mm-rel hosszabb az autó. A két alapmodell között mindössze 200.000 forintos felár van, amivel részletesebben a csütörtöki élő autókonfigurálós videóban fogunk foglalkozni. Az autó oldalán és hátulján végigfutó él a felszereltségi szintet jelölő emblémától indul, át a kilincsen, végig a hátsó lámpán. A Taigo első kerék meghajtásos, ezt jól mutatja a fékek mérete. A tesztautónkon 17-szoros kerekek vannak, de kérhető 18-al is. A fényezetlen műanyag betét az oldalán praktikus módon a hátsó kerékjárati ívnél meg van törve. Így egy élvédőt is kapunk. Egy gyors sztori elmesélésével mondanám el az autó színével szerzett tapasztalatomat, ugyanis ez az olíva zöld elég ritka, és ahogy jöttem kifele a városból, a forgalomban megláttam egy ugyanilyen típusú, ugyanilyen színnel ellátott autót, és az volt az első gondolatom, hogy mennyire kirívó, mennyire kitűnik a többi autó közül. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, ezért írjátok meg kommentben, ti mit gondoltok az olíva zöld színnel ellátott autóról. Az autó hátuljának jól tesz a kúpésított ferde hátsó, a sötétített hátsó ablakkal, illetve a három részből összetevődő lámpabúrával, amiben ledek és díszítő elemek találhatóak. Azért működik az index, hogy lássátok, hogy ilyen kis részen villog, viszont a mögöttünk közlekedőnek legalább szemmagasságban van. Az újra dizájnolt logó alatt kapjuk meg a hátsó kamerát, ami mellett megkapjuk a csomagtérnyitó gombot. Itt 440 liter áll a rendelkezésünkre, és ha ledöntjük a hátsó ülésort, akkor 1122 literre bővíthetjük. A csomagtartóban még kapunk egy pótkereket, és ami még nagyon fontos, hogy az R-Line felszereltséghez tartozik, a krómozott kamukipufogó vég, a lakkozott fekete műanyag betét, és fölötte látható fényvisszaverő piros prizmában kaptak helyet, színre fújva az autó szenzorai. A tengelytáv 2560 mm, ami lehetővé teszi, hogy maradjon lábtér. Attól függetlenül, hogy az autó kúpésított, fejtérre is marad bőven hely. Itt hátul kapunk még 2 darab USB-C portot, a hátsó ülésor pedig szövet és csiszolt bőrhatású húzatot kapott. Ahogy látni fogjátok, a beltérben a megszokott és az egyszerű dolgok uralkodnak. A Volkswagen a régi és az új modellekből válogatta össze a kezelőszerveket. Ilyen a jól megszokott tekerős lámpakapcsoló, nem okoz újdonságot, az elektromos ablakokat állító panel sem. A kormánnyal én elégedett vagyok, fémgőzölt alumínium keretben kaptak helyet a fizikai gombok, és a kormány alja enyhén csapott. Az előttem látható digitális műszeregységet 8, illetve 10,25-szoros kijelzővel tudjuk kérni. A tesztautóban a kisebbik van, aminek a jobb oldalán az üzemanyag visszajelző van, bal oldalán pedig a vízhőmérséklet jelző kapott helyet. A középen látható érintő képernyő 6,5 és 9,2 colban választható az autóhoz, ismételten a tesztautónkban a kisebbik kapott helyet, amit elláttak 2 darab fizikai gombbal. A légbömlők alatt kapott helyet a digitális klíma, ami minden fizikai gombot mellőz, helyette felületérzékeny gombokkal lehet állítgatni. Alatta van 2 darab USB-C port, és a váltó kulisszában kapott helyet egy praktikus kártyatartó, a módválasztó és a parkolás segítő rendszereknek a fizikai gombjai. Alatta kapunk még egy szivargyújtót, illetve egy könyöklöt, ami alatt kisebb rekeszek találhatóak. Nézzük meg, milyen vezetés közben a Volkswagen Taigo. Talán egy kicsit hangosnak is tűnhet,
ugyanis ez egy 1000-es TSI motor 110 lóerővel, van egy kisebbik, ami 90 lóerő, és egy nagyobbik, az 1.5-ös 150 lóerővel rendelkező motor, ezeket tudjuk kérni az autóhoz, 6 fokozatú manuális, illetve 7 fokozatú DSG automata váltóval, a miénkben a 6 fokozatú manuális váltó található. Az ülések kényelmesek, jól tartanak, beállítom a könyöklőt, vagyis beállítanám, hogyha nem csak két féleképpen lehetne állítani. Na mindegy. Minden esetre a 6 fokozatú manuális váltó jól teszi a dolgát. Ami számomra kissé zavaró, hogy a szélvédő nagyon alacsonyan jön, így, hogyha lehajtom a napellenzőt, konkrétan egy ekkora helyen látok ki, eléggé leszűkíti a látóteret. 5 másodpercet taposom az autót padlóig, de nem nagyon történik semmi. Nyilván egy idő után megvan az a bizonyos gyorsasági sebesség, amit annak is érzünk, de amíg azt elérjük, nem kell megijednünk. Nem a legjobb az útburkolat, attól független a Taigo az próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy kisimítsa. Mondjuk ezen nem segít, hogy sportmódban vagyok, tegyük át Eco-ra, akkor egy kicsit finomabb lesz a rugózás. A városban is kipróbálva az autót, azt kell, hogy mondjam, hogy a DCC adaptív futómű szabályozásnak köszönhetően nagyon kényelmes az autóval a közlekedés, és kis mérete miatt könnyedén elférünk a zsúfoltan parkolt, kisebb városi utcákban. A sebváltó mellett elhelyezkedő módválasztót megnyomva ki tudjuk választani, hogy eko, normál, sport vagy individuálban szeretnénk közlekedni az autóval. Ez az 1000-es TSI motor nem szakítja le fejünket, de szerintem az autó 1200 kilójával nem is kell. Szerintem összegezzünk, elárulom, hogy én hogyan látom ennek az autónak a vásárlókörét, kiknek ajánlanám. Remélem egyetértetek velem. Pároknak és családoknak is alkalmas egyaránt az autó, főleg azoknak ajánlom figyelmébe, akik nem a felső árkategóriájú autókat részesítik előnyben. Ez az autó a vezetés támogató rendszerekkel, panoráma üveg tolótetővel, DCC adaptív futóművel, automata váltóval és további extrákkal is megáll 11 milliónál. Ezért az árért egy jól pakolható, városi közlekedésben jól használható autót kapunk, ami országúton és vidéki utakon is hely tud állni. Az autó kívülről jól néz ki, belül megkapjuk mindazt, ami a mindennapi élethez fontos, talán még többet is, mindezt 11 millió alatt. Ha érdekel benneteket, hogy én hogyan konfigurálnám össze saját igényeim szerint az autót, akkor tartsatok velem csütörtökön az élő adásban. Köszönöm az Óbudai Autójavító Kft-nek, hogy lehetőséget biztosított az autó bemutatására. Nagyon kíváncsi voltam a típusra, és be kell, hogy valljam ez alatt a néhány nap alatt, amíg nálam volt, nagyon megszerettem. Bár valószínű, én automat a váltóval és más színben kérném. Ti milyen feltételekkel fogadnátok el az új Volkswagen Taigót? Írjátok meg kommentben. Kattintsatok a like-ra, a feliratkozás gombra, ezzel támogatjátok a csatorna működését. Nyomjatok rá a csengőre, így elsőként értesültök a legújabb tartalmakról. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!